Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videóban 2 darab kelt kalácsot készítünk el, ünnepi formában, nagyon szép kis csillag vagy hópehelyé formát tud ölteni ez a babka. Az egyik egy gesztenyés tejcsokoládés, a másik pedig egy kekszkrémes. A Lidlben lehet kapni ezt a fűszeres kekszkrémet, ezzel fogom tölteni, de természetesen mogyorókrémmel vagy bármilyen más töltelékkel is el tudjátok készíteni. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan készül ez a nagyon mutatós ünnepi kalács, akkor feltétlenül maradjatok velem. A kelt tésztánkat a szokásos módon készítjük el, 55 deka búza finomliszt, 2,5 deci tej, 10 deka vaj, 10 deka kristálycukor, 2 egész tojás, valamint 2 tojás sárgája, nálam ez most megmaradt, ezért felhasználom, egy csomag instant élesztő, valamint egy citrom reszelt héja is kelleni fog. Megmelegítettem a tejet, mehet hozzá az instant élesztő, valamint egy teáskanálnyi cukor, ezt így félreteszem, majd a tojásokat is elkeverem, így egyneműbben tud majd eloszlani a tésztában. A liszthez hozzáadom a többi kristálycukrot, mehet hozzá a teljes élesztő cukros keverék, valamint az elkevert tojások, adjunk hozzá egy csipet sót, a citromhéját, valamint az olvasztott vajat, figyeljünk, hogy ez ne legyen túl forró. Kidolgozom a tésztát, ami először még egy kicsit ragacsos, de nagyon jó puha. Ilyenkor aztán kiborítom a pultra, és még egy ilyen 2-3 deka lisztet hozzágyúrok. A tésztát most egy tálba teszem, lefedem folpakkal, és meleg helyen egy órán keresztül fogom keleszteni. Addig előkészítem a töltelékeket, az egyik ugye ez a spekulatius kekszkrém, nem tudom, hogy jól mondom-e, őrülten finom, nagyon jó fűszeres, a másik pedig egy gesztenyés töltelék lesz, ehhez pedig 100 g tejcsokoládét 50 g tejszínnel meg fogok olvasztani, és hozzáadok 20 deka gesztenyemasszát, ez mirelit gesztenyemassza, és értelemszerűen itt már ki van olvadva. A tejcsokoládét a tejszínnel egy kis mikrózás után egyneművé keverem, ezután pedig hozzáadom a gesztenyemasszát, és hogy nagyon jól kenhető és krémes legyen, botmixerrel egyneműsítem. Egy óra elteltével gyönyörűen megkelt a tésztánk, ezután kiborítom egy felületre, kicsit átgyúrom és ketté osztom, majd ezt a 2 gombócot is 3 egyenlő részre fogom osztani, hiszen 2 babkát szeretnék elkészíteni. Két rétegben fog a töltelék a kalácsba kerülni, jöhet is az első adag, körülbelül 2 púpos evőkanálnyit ebből a kekszkrémből eloszlatok az első lapon, jöhet rá a következő tésztalap. Levágom a felesleges széleket, amikben szintén van töltelék, tehát csiga formájában megsütöm majd. Most pedig egy kisebb edényt helyezek a kalácsunk közepére, és szintén pizzavágó segítségével bevagdosom a széleit a videón látható módon. Kettesével megfogom ezeket a kis bevágott széleket, 2 tekerek rajtuk, és a végét pedig összecsípem.
A kalácsok elkészültek, most szobahőmérsékleten még egy órán keresztül keleszteni fogom őket, ezután pedig lekenem tojással, és 175 fokos sütőben légkeveréssel megsütöm. A hagyományos babkát még leöntik egy jó tömény cukorsziruppal, ami gyönyörű fényt ad a kalácsnak. Én ezt most csak porcukorral szórtam meg, de természetesen úgy is elkészíthetitek. El is készültek a finom karácsonyi kalácsok, nagyon finomak és illatosak, pláne frissen, jó kis kellemes, puha tésztájuk van, feltétlenül készítsétek el. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, amíg nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek! Sziasztok!